talán elmondhatom, hogy fiatal koromtól mindig közösségi ember voltam, mindig szerettem a szervező munkát, az emberekkel való foglalkozást, és ez szinte olyan természetesnek tűnt, nem tart. Én részemről ez nem jött újként, nem tartom furcsának, egy nő is ugyanúgy el tudja látni a feladatot, ezt a feladatot, mint egy férfi. Mondjuk ehhez, amit tetszett említeni, hogy háztartást vezet, családanya, ehhez azért hozzátartozik az, hogy nekem már felnőtt gyermekeim vannak, akikkel nincs gond. Biztos, hogy egy kisgyermekes családanyának ez sokkal nehezebb lenne, de a család segítése ehhez szükséges, hogy ezt a feladatot el lehessen látni. Természetes, hogy kevesebb jut a családra, háztartásra. Talán el lehet ezt mondani, hogyha a gyerekek még kicsik lettek volna, akkor nem is vállalta volna. Valószínű, hogy nem, mert hát ugye aki ezt átélte, hogy gyereket nevelt, az tudja azt, hogy kicsi gyerekekkel egy anyának sokkal több időt kell tölteni. Mint Mint a polgármesterséggel, igen, persze. mint amennyit ez a szakma megenged. Így van, ezt már nagyon sokan elmondták itt, hogy tényleg nagyon-nagyon kevés azon alkalmak vannak, amikor valaki azt mondhatja, hogy most ezt a tisztséget félreteszem, és mint nem polgármester vagyok, jelen teszem a dolgom, stb. Stb. Mi előzte meg azt, hogy ön elindult a választásokon? Gondolom, ahogy már említette, hogy közösségi ember volt, már előtte is azért a településen tevékenykedett, tehát nem tudom, hogy esetleg már a gyerekkor korábban is ez a település volt a szíve csücske. Igen, hát én Pusztaencsén születtem, az általános iskolát is Pusztaencsén végeztem, és hát abban az időben ugye úttörő, kisdobos, ezekbe szervezetekbe vezetőként már szerepeltem, úttörő vezetőként. Aztán a középiskolát Szekszárdon végeztem, a kereskedelmi szakközépiskolában. Nagyon jó osztályközösségünk volt, tanáraink, és nagyon jó közösségi munkába vettünk részt itt is. Tehát ez az iskola, én úgy érzem, egy kicsit nevelt a közösségi munkára. És amikor érettségi után hazakerültem, ugye az ifjúsági körében egy ilyen klubszervezői, ifjúsági szervező munkát vállaltam, megbíztak ezzel, és pár barátnővel, baráttal ifjúsági klubot hoztunk létre. Ezt működtettük, rendezvényeket szerveztünk, tehát innen indult ez a dolog. Hova nőtte aztán ki magát? Az ifjúsági klubból később mi lett? Csak azért ragadok le ennél a kérdésnél, itt elébe mehetek tulajdonképpen a dolgoknak, hogy ami engem tulajdonképpen érdekességként éltem én meg azt, hogy mielőtt a polgármesteri székbe lépett, de hát ez aztán most így végig gondoltam, hogy nem is olyan érdekes, mert sok ilyen példát tudnék mondani. Ön esketett, ugye anyakönyvvezetőként tevékenykedett Pusztahentsén. Igen, hát az első munkahelyem nem a polgármesteri hivatal, nem önkormányzatnál dolgoztam, OTP-nél dolgoztam, a Nagydorogi OTP-nél, 71-től 90-ig. 90-ben lett a településünk önálló, mert 70 és 90 között Nagydorogi Nagyközségi Közös Tanács volt, és 90-ben, mikor önálló lett a település, akkor sikerült hazamennem, úgymond dolgozni, tehát onnantól kezdve nem bejáró dolgozó voltam, hanem pusztaencsei önkormányzat alkalmazottja, és 92-ben anyakönyvi szakvizsgát tettem, mert elvárt, hogy minden önkormányzatnál legalább két anyakönyvvezető legyen, hogyha egyik akadályoztatva van, akkor a másik jelen legyen. És hát ugye általában a jegyzők, vagy akkor még VB titkárok, bár akkor már jegyzőknek volt anyakönyvi szakvizsgájuk, de kellett még ezen kívül valakinek, és én voltam az a valaki, aki elvégezte ezt a szakvizsgát, és akkortól kezdve esküvőket is tartottam, anyakönyveztem, tehát a közszereplés itt kezdődött el újra számomra. Emlékszik az első esketése? Hogy ne emlékezne? Milyen volt? Igen, hát az első esküvőre azt hiszem, hogy megmarad. A legeslegelső az egy szükkörű volt, tehát mindig akad egy településen, aki csak szükkörbe, tehát szülők tanúk jelenlétébe, és ez egy
kicsit gyakorló munka volt, hogy ugye nem olyan nagy közönség előtt történt, és be lehetett gyakorolni a szöveget. Mindenképpen úgy igyekeztem, hogy mintha ugyan annyian lennének, tehát nem azt néztem, hogy most 6 ember van ott, hanem legalább 100, tehát ugyanúgy felkészültem rá. És hát az, ami már nagy közönség előtt történt, az a rokon körbe is volt még, tehát rokonság is jelen volt, családom is jelen volt, és hát ez még fokozta az izgalmakat, és hát hozzá kell ehhez tenni azt, hogy érzékeny vagyok, és korábban minden esküvőt végig könnyeztem, és hát én azt hiszem, hogy aki ezt tudta rólam, a családom, a férjem, lehet, hogy jobban izgult, mint hogy én magam. Ők bent ültek a vendégsereg között, és szorítottak értem, de nagyon jól sikerült, úgy érzem, visszajelzés is az volt, sikerült leküzdeni azt az érzékenységet, ami bennem volt, és minthogyha nem is egy esküvő, hanem csak egy valamilyen szereplésbe vettem volna részt. És hát ez kérdezték később tőlem, mikor már a többedik esküvőt tartottam, hogy nem izgulok. Én azt hiszem, hogy bármennyi ideig csinálja ezt valaki, mindig egy kicsit izgul. Tehát egy kis drup mindig van valakibe. Nem tudom, van-e olyan ember, aki ezt le tudja vetkőzni, ez természetes, hogy van, de le lehet küzdeni. Az ön példája is ezt igen, mutatja. Igen, és hát egy kicsit attól is függ, hogy ugye kis település vagyunk, általában ismerjük a fiatal párt, sőt, szemünk előtt nőtt fel, és az, hogy mennyire áll közel hozzánk, esetleg baráti körből, családi körből kerül ki az az ifjú pár, ez is még úgymond nehezíti a helyzetet, mert az érzékenységhez ez hozzá tartozik, hogyha az emberhez közelebb áll valaki, akkor vagy esetleg tud a családba egy közeli tragédiát, ami ugye szülőköszöntésnél szokott előfordulni, az nehéz ilyenkor. Igen, sokkal személyesebb, azt gondolom én is. Éva többször említette itt az érzékenységet, hát egy érzékeny ember hogyan jut el odáig, hogy mégis polgármester lesz? Ez érdekes dolog, mert azt mondják, hogy a gyenge nők, igen, vannak olyan helyzetek, amikor egy nőnek talán nehezebb, mint egy férfinak, mert ezt gondolják, hogy gyenge nő, és nem tud határozott, nem tud kemény lenni. Előfordulnak ilyen esetek, de nem történt ebből még olyan konfliktus, ami esetleg a nem miatt hátrányba hozott volna. Kikkel kellett megküzdenie? Anno férfiakkal a címért? Nem. A címért igen. Tehát ha arra tetszik gondolni, hogy a választásokkor, igen, az első 98 óta, tehát ez a második ciklusom, az első választáskor öten voltunk jelöltek, mindegyikük férfi volt rajtam igen. kívül, és hát azt is megnyertem, ugye azért ülök most is ebbe a székbe, és a másik választáson egy ellenfelem volt, ő is férfi volt. Tehát csak a férfiakkal kellett. Szerintem már az emberek nem nézték ezt, hogy nő vagy férfi, ismernek a faluban, elfogadnak, és tehát nem attól tették függővé. Mi számíthatott, mit gondol? Hát én szerintem az, hogy az emberek engem ismertek, és úgy gondolták, hogy alkalmas vagyok a feladatra. Mit tud be annak, hogy ugye ez mindig egy jó dolog, egy pozitívum, amikor már több cikluson keresztül marad a település vezető, hiszen ez már egyfajta visszaigazolás, egy elég nagy visszaigazolás a bizalomról. Mit gondol, mit sikerült eddig elérni, tenni Pusztahencsén, ami miatt az a bizonyos ismertség már megmutatkozott olyan szinten is, hogy hát azt mondják, hogy valóban nem csak, hogy ismerjük, szeretjük, alkalmasnak tartjuk rá, hanem valóban alkalmas. Hát itt nagy dolgokról sajnos nem tudok beszámolni, mert nem szeretném szaporítani azt a sok panaszt, amit a polgármesterek manapság tesznek, tehát az önkormányzatok anyagi helyzetét azt hiszem, hogy ismeri mindenki, főleg a kis településeken, tehát
nem tudtam véghez vinni olyan nagy beruházásokat, mint mondjuk a korábbi időszakban az elődöm, de igyekeztünk a pályázatokat kihasználni, pályázatok keretén belül felújításokat, karbantartást. Most már nekünk a feladatunk az, hogy a meglévő intézményeinket karbantartsuk, felújítsuk, és hát a mi korábbi időszakban nem volt talán annyira, hogy rendezvényeket, tehát a közösségi életet próbáljuk felrázni egy kicsit. Lehet azt mondani, hogy talán egy ilyen megtartó erővel is kell ezeket a közösségi rendezvényeket szervezni? Hát igen, mondhatnánk azt is. Mondjuk korábban, még polgármesterségem előtt volt ez, de nagy részem volt, elmondhatom, hogy nagy részem volt benne, hogy a évente szüreti bálokat megszervezzük, megrendezzük. Ez egy régebben is volt a faluban, és utána egy kicsit kimaradt ez a falu életéből, és újra kezdtük ezt szervezni, és olyan színvonalon úgy érzem, hogy a visszajelzések alapján is, tehát ez nem öndicséret, hanem a visszajelzések is olyanok, nagyon sokan eljönnek a környező településekről megnézni, volt pusztahencseiek, sokan visszajárnak, amikor nálunk a szüreti nap van, és azt a visszajelzést kapjuk mindenhonnan, hogy nagyon jó, színvonalas, és nagyon szépen megcsináljuk, tehát ezt évről évre, most már 97 óta, és nagyon jól működő tánccsoportunk van, ez is az utóbbi éveknek köszönhető. A szüreti bálok kapcsán indult el az is, hogy hát ha már szüreti bál, ne csak vonuljanak végig a fiatalok az utcán, hanem egy kis megállóhelyekkel, táncbemutatóval, és egy nagyon jó táncoktatót találtunk Iker Józsefné személyében, és kezdetben csak a szüreti bálokra állt össze a fiatalság, és egy-egy kisebb blokkot tanultak, és végén nagy kedvet kaptak hozzá, és próbáltak állandóra, de még most se működik állandó jelleggel, csak szezon jelleggel, és most már három csoport van, bár kettő, három működött, de most úgy lett a háromból kettő, hogy van egy réteg, aki az ifjak között is táncol, meg az idősebbek között is, úgy mondjuk, hogy örök ifjak, amiben asszonyok is, tehát már 30 év feletti asszonyok is vannak, és nagyon jó szívvel, nagyon, nagyon szeretik a táncot. Most már környező településekre is elmentek fellépni. Tehát mondhatni azt, hogy a kulturális élet mindenképpen felpesdült az utóbbi időben. Kicsit önre visszatérve a magánéletre, mit szólt a kedves férj, a család, a gyerekek ahhoz, hogy hát ön egy ilyenfajta tisztséget vállalt el anno? Hát nehezen döntöttük el. A akkori elődöm nyugdíjasként csinálta már az utolsó években tiszteletdíjasként a polgármesterséget, aki nagybátyám is volt, sajnos tehát nincs közöttünk családban. Már. Igen, és ő említette elsőként, hogy ő úgy gondolja, hogy nem csinálná tovább ezt, és hát arra gondolt, hogy én. Amióta én ott dolgoztam a hivatalban, mint említettem, 90 óta, úgy mindig igyekezett megbízni több mindennel, tehát látta azt, hogy eléggé belelátok a község életébe, ő, és ő szinte minden területen úgy látta biztos, mert hogyha nem úgy látta volna, akkor nem gondolt volna a személyemre, és ő volt, aki elsőként említette ezt, hogy talán jó lenne, hogy elvállalnám, hát először nem nagyon, tehát váratlanul ért az ötlet, és akkor hát a családdal is ezt meg kell beszélni. Jó ideig gondolkodtunk ezen, mert hát elég nehéz dolog ez, ugye az ember kikerül egy munkakörből, és megcsinál egy ciklust vagy kettőt, és utána nem, tehát ez egy választott pozíció. És ha utána nem válaszza meg a lakosság, akkor ugye mit kezd magával? Tehát ezzel nagyon sok kollégám
szembesül. Tehát nem csak arra az adott pillanatra, igen, jövőre tehát, is kellett gondolni. Tehát előre kellett gondolni, hogy hát igen, valószínű, hogy megválasztanak, és hogyha nem megy, és csak egy ciklus, vagy esetleg kettő, hogy akkor utána mi lesz. De végül aztán a családom döntött el, mondhatnám azt is, hogy a férjem. Tehát sokat beszélgettünk róla, és akkor, mikor már indult a kampány, akkor úgy utolsó napokban is szóba került, és azt mondja, hát ő is úgy gondolja, hogy próbáljam meg, biztos, hogy fog menni. A lányaim úgy szintén, tehát ők is örültek is neki, és támogattak. Mai két napig lánya is van? Két lányom van, igen, mai napig is támogatnak, és bármiben segítenek, hogyha kell, ha valami falurendezvény van, mindenhol ott vannak, tehát ők is hasonlóan közösségi emberek, mint én. Gondolom örökölték ezt. Még akkor lehet, hogy a családon belül marad majd ez a polgármesterség. Hát nem lehet tudni. Na, ez nagyon érdekes lenne, azt hiszem, hogy tovább vinni ezt a sorozatot. Mire marad idő? Itt beszélgettünk a felvétel előtt néhány szóban, és hát így a televízióról stb. Mondta, hogy mostanában nagyon-nagyon nincs ideje televíziót nézni, mert bizony vannak olyan szezonális munkák, amik lekötik az erejét. Tehát akkor azért van itt még olyan terület, ahol helyt kell állni, és el kell látni a feladatokat. Igen, hát azt szoktam mondani, meg gondolom nem csak én, hanem kollégáim is így vannak ezzel, hogy nekünk nincs munkaidőnk. Bár úgy járunk be a hivatalba, mint a kollégáink reggel és délutánig is, de a nap minden szaka talán munkaidő nekünk, mert ugye vannak a településen civil szervezetek, meghívnak valahova, vagy bárki oda jön panasszal, lehet, hogy ez városon, nagyobb településen nem így van, de egy kis településen tudják, hol lakik a polgármester, és akár reggel, mikor az ember munkába készülődik olyankor, azt hiszem nem nagyon szereti más se, hogyha olyankor zavarják, de megkeresnek a gondjaikkal, problémáikkal, tehát a nap minden szakában. És hát most az utolsó időszak, amit említettem is, hogy most elég lefoglaltak vagyunk, ugye a több célú kistérségi társulásnak a létrehozása, szinte hetente üléseztünk a paksi kistérségben is, és most ezen belül még a szomszédos településekkel, Bikáccsal, Györkönnyel egy intézményirányítási társulást szeretnénk létrehozni. Mondom, hogy szeretnénk, mert még ez most van folyamatban, és hát, hogyha szeptemberben ezt el szeretnénk indítani, akkor sajnos már csak egy hónapunk és egy hetünk van rá, és ezen dolgozunk most, és ez elég sok időt elvesz. És ugye arról ne feledkezzünk meg, hogy emellett ön még feleség is, és van egy háztartása is. Igen, igen. És a másik az, hogy ha otthon van is az ember, ha éppen nincs is olyan elfoglaltság, de a gondolatok azok általában ott vannak a munkán, hogyha olyan hagytunk ott napközben, ami nem lehet ott hagyni, és akkor már az otthoni munkára sem lehet, úgy tud koncentrálni az ember, ahogy kellene. Hát, mint mondtam, a lányaim már önállóak, férjemmel legtöbbet a hétvégén van teli a ház, hétközben ketten vagyunk, tehát a háztartás olyan nagy munkát nem igényel, mint egy 4 vagy 6 tagú családnál mondjuk. Főzni nagyon szeretek, amikor időm van rá, de ez általában vasárnap szoktam ezt a hobbit gyakorolni, meg a ház körüli munkát is. Tehát ezért mondtam az előzőekben, hogy televíziónézés mostanában nem nagyon, mert locsolni kell. Most a esti elfoglaltságunk a kert locsolás. Gondolkodik-e már a jövőt illetően, ugye? Itt utalt rá, hogy nem szeretné azt a panaszáradatot itt tovább szaporítani, ami már itt sokszor elhangzott, de hát tudjuk, hogy nincsen könnyű dolguk, ez biztos, és én is csak ismétlem ezzel önmagam. Aztán sokan elmondták itt ebben a székben azt is, hogy bizony megmondják őszintén, hogy most már eljutottak arra a szintre is, hogy meggondolják a jövőt illetőleg ezt a tisztséget, mert hát bizony, nehéz, nagyon nehéz helytállni. Ön gondolkodik-e már, látja-e ilyen szempontból mondjuk az elkövetkezendő választások körüli időt? Mit remél?
Hát én azt szoktam mondani, amikor megkérdeznek róla, hogy szeretem-e csinálni, vagy vállalnám-e még esetleg újra, hogy én szeretem csinálni, és nagyon az első ciklusban főleg, tehát élveztem, eredményeket elértünk, és tényleg úgy láttam, hogy megy, szeretem is a munkát, tehát nem mondom múlt időbe, de ez a pénztelenség, ez nagyon-nagyon rossz, mert mit vár a lakosság a polgármestertől, az önkormányzattól? Azt, hogy beruházzon, fejleszen, szépítse a települést, tartsa fent az intézményeket. De ha erre nincs pénz, akkor a lakosság elégedetlen. És így nagyon nehéz vezetni egy települést, hogy nem tudunk eredményeket. A lakosság egy része megérti, mert olvas újságot, néz televíziót, és látja, hogy ez nem egyedi pusztahencsei probléma, hanem ez egy országos probléma, de a lakosság másik része nem érti ezt meg. És akkor azt mondják, hogy hát mit csinált? Nem csinál semmit. Hát, bár van minden évben azért, ha nem is nagy beruházások, de minden éven valamit azért csináltunk, de aki nem akarja meglátni, az nem látja meg ezeket a dolgokat. És nehéz. Én ennek ellenére azt mondom, hogy bár még van idő a következő választásig, addig még ez sokban változhat, hogy valószínű meg fogom próbálni, ha úgy látom, hogy a lakosság részéről támogatást kapok továbbra is. Tehát ezt nem csak a választáskor látja az ember, hanem időközben is lehet azt látni, hogy elfogadnak az emberek, szeretnek az emberek, hányan fordultak el valami miatt. Tehát ha úgy érzem, hogy a lakosságtól megkapom azt a támogatást, ami szükséges, akkor valószínű, mivel még a nyugdíjkort nem érem el, nem nagyon tudok más tenni. És hát tulajdonképpen mondhatni azt is, hogy ez valahol fontos is önnek, igen, ez látszik. Igen. Én, mint mondtam, itt születtem Pusztahencsén, és szívügyemnek érzem a településnek a sorsát. Sokszor elgondoltam, hogy hát nem, de ha nem én, biztos, hogy van alkalmas ember még a faluba, sőt, az is lehet, hogy alkalmasabb is. De ha nem, akkor tönkreteszi azt, amit eddig elértünk esetleg, vagy nem úgy viszi tovább, ahogy kell. Tehát lehet, hogy más szemével még jobb lenne, de én sajnálnám azt, amit esetleg én hoztam létre, és örülök neki, hogy van, utána meg azok a dolgok megszűnnének. Tehát reméljük, hogy ez nem így lesz, és én kívánom, hogy ne így legyen. Sok sikert kívánok a további munkához, és köszönöm, hogy itt volt. A nézőknek a figyelmet köszönöm meg, és hát ilyenkor eszembe jut az is, hogy soha nem mondom, de hát, hogyha kedvük van, meg itt van a nyári szünet, akkor egyszer menjenek, és például látogassanak el Pusztahencsére is. Itt kiderül a beszélgetések folyamán, hogy annyi település Tolna megyében, amint talán csak átrohanunk, vagy át sem rohanunk, csak látunk egy táblát, érdemes megnézni, és érdemes ellátogatni akár önökhöz is. Biztos minden településnek vannak sajátosságai, és Pusztahencsén is biztos valaki lát olyat, amit más településen nem. Nem kell szégyenkeznünk a településünk miatt, úgy érzem. Köszönöm szépen, hogy itt lehettem és beszélgethettem önnel. A nézőknek a figyelmet köszönöm, tartsanak velünk legközelebb is, viszontlátásra!